Áder János köztársasági elnök felkérésére kezdtünk hozzá a műsor szervezéséhez, hiszen decemberben, ahogy a kedves nézők és hallgatók is tudják, nagyon komoly károkat szenvedtek az erdők, és ezért egy összefogás kezd most már kibontakozni az erdészek, az állami szervek, a civil szféra és a közmédia szereplői között. Szeretnénk március 1-én egy több mint 5 órás tematikus műsorra fölhívni a figyelmet arra, hogy baj van az erdő, a károk enyhítésére össze kéne fognunk. Ez nem azt jelenti, hogy pénzt kérünk az emberektől, hanem azt, hogy az állami szervek biztosítani tudják majd a kárenyhítést, de hogyha vannak olyan természetszerető emberek, és nagyon sokan vannak, akik szívesen szolidaritásként részt vennének valamilyen úton, módon ebben az enyhítésben, kárenyhítésben, akkor ők is megtehetik. Hétfőtől, február 23-ától indul egy adományvonal, ennek elmondanám a számát, 136-0090-es. Ha valaki felhívja ezt a telefonszámot, 250 forinttal egy úgymond csemete jegyet vásárolhat, vagyis hozzájárulhat egy új fa, egy fa csemete ültetéséhez. A műsorra március 1-én elsősorban a Duna Televízióban kerül sor, illetve a rádió műsorokban 9 óra 30 perctől 10:30-ig, tehát már reggel elindulunk egy két órás műsorral, majd folyamatosan egészen estig jelentkezünk különböző helyszínekről. Azok a cégek, akik segítenek pénzzel is, esetleg pénzadományokkal, mondom, ez nem a privát emberekre vonatkozik, azoknak meg tudunk adni egy számlaszámot, mondanám 10-40-50-04 kötőjel, 49-55-48-54 kötőjel, 48-49-10-15-ös szám.